A 2020-21-es szezont a 8. helyen zárt az NB3 keleti csoportban a Sényői futballcsapat, teljesítve ezzel a mindenkori elvárást, azaz, hogy egy számjegyű helyezés álljon a csapat neve előtt a bajnokság végén. Fél időben egy helyen jobban állt az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes, amely tavasszal 5 ponttal szerzett kevesebbet, mint a bajnokság első felében. A nyári szünetben aztán a megszokottnál jelentősebb volt a játékos mozgás, így vágott neki a csapat az új idénynek. Fél időben egészen pontosan 20 forduló után 31 ponttal a 9. helyen áll a tabellán a Sényű. A házi góllövő listát a 11 találatot elérő Kapaci Navaler vezeti. Egy kicsit döcögősen indult az ősz, ugye? Elég sok új játékost igazoltunk nyáron, aztán elég sok időbe telt, mire egy kicsit sikerült úgymond összerázni a csapatot. Hát még a hazai mérlegünk, azt mondom, hogy az nem is rossz, azzal elégedettek lehetünk, viszont idegenbe először a 14. fordulóba tudtunk nyerni. Voltak mellette idegenbe olyan mérkőzések, ahol egyébként például egy Barcika ellen, vagy egy Kisvárda ellen, ahol a mutatott játék az bizakodó volt, viszont sajnos nem párosult eredménnyel. Voltak azonban olyan mérkőzések is, amelyeken nehéz helyzetbe kerülve szerezte meg a 3 pontot a Sényői együttes. Talán az utolsó fordulóba, ugye, ami a tavaszi első volt a Kisvárda, ahol 10 emberre sikerült győztes gólt rúgni, majd megőrizni az eredményt, valamint viszont még az is egy hazai mérkőzésünk volt a Békés Csaba 2 ellen, amikor az ellenfél 2-0-ra vezetett fél időbe, 61. percben 3-1-re, majd nyertünk 4-3-ra. A negatív, az ide vehetném a Tiszafüredet, vagy az Újpest 2-t, ahol ugye mind a kétszer idegenben a 84. és 86. percben egyenlített az ellenfél, ez elég fájó volt. Mint az edző elmondta, az NB1-es és NB2-es együttesek második csapatainak részvétele kicsit kiszámíthatatlanná teszi az esélyeket, mivel általában csak a meccs napján derül ki, hogy milyen erős kerettel állnak ki az adott mérkőzésre. Ettől függetlenül minden gólért és minden pontért nagyon meg kell küzdeni a harmadosztályban. Már most ez a negyedik évünk, hogy évről évre erősebb a bajnokság, és ugye az is mutatja, hogy például 9. helyen vagyunk, egy jó tavaszi rajta, pár pontra vagyunk egyébként a 6. helytől, viszont annyira sűrű a mezőny, hogy egy-két mérkőzés nem úgy sikerül, akkor pedig rögtön kellemetlen pozícióba találja magát az ember. A Sényői csapat január 3-án kezdi el a felkészülést, mégpedig a megszokott téli helyszínen Kemecsén. A hónap közepétől jönnek a felkészülési meccsek, február 13-án Egerben pedig már bajnoki pontokért lép pályára a Sényű.